Kommunikációs igazgatóját indítja a 7. kerületben Niedermüller Péterrel szemben a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Kovács Gergely 12. kerületi előválasztási győzelmével és Terdik Roland indulásával együtt már 5 kerületben is önállóan indulnak a kutyapárti jelöltek. A stúdióban Terdik Roland. Aki színész, újságíró, kampányfőnök, mindenféle. Örülök, hogy itt van. Jó estét. Viccesek leszünk, vagy komolyak? Milyen most a kutyapárt, és milyen a kommunikációs igazgató? Ha ismernék olyan viccet, ami úgy kezdődik, hogy két kopasz férfi beszélget az ATV stúdiójában, akkor elmondanám, de nem ismerek ilyen viccet. De mostantól valószínűleg lesz, mert ez most felszólítás volt arra, hogy alkossanak ilyet. Kommunikációs igazgató egy egész párt ügyeiért felel egyfelől, másrészt a 7. kerületben megméreti saját magát. Ez az utóbbi, ez menet közben jött ötlet, vagy eleve készült arra, hogy valami ilyesmi lesz a kifutása a kutyapárti életének? Először akkor szeretném az alkalmasságomat bizonyítani polgármesterként, tehát mindig... Mi bizonyítja azt? Mindig van nálam... nemzeti színszalag. Vágjuk át? Hát, hogyha van bármi az ATV stúdiójában, ami új, és fel kell avatni, akkor állok az ATV rendelkezésére. Én láttam már olyat is, hogy korábbiakat is felavattak újra és újra, tehát állok akár úgy is, csak szóljon szerkesztő úr, és én nyisszantok. Másrészt pedig zakót is vettem fel, ami amúgy nem szokásom. Mi is volt a kérdés, bocsánat, válaszolok. Ezek most, után most már valójában teljesen mindegy. Válaszolok komolyan. De komolyan azt kérdeztem, hogy amikor alapító tagja lett a kutyapártnak, abban benne volt egy ilyen kifutás a párt életének, hogy hát majd akkor valahol megpróbálkozom. Hát a 7. kerületben én már indultam országgyűlési képviselőjelöltként is 2022-ben, és egy időközi választáson pedig önkormányzati. Tehát azt mondhatjuk, hogy az első perctől kezdve valami ilyet lát maga előtt? Hát nem mondanám, hogy erre születtem, de ez felmerült már korábban, hogy polgármester jelölt leszek itt. A kései jelzése ennek az pont azért történt, mert hogy kommunikációs vezető is vagyok, és ezt azért időben össze kell hangolni, hogy a kampányban a jelölti feladatot és a pártban betöltött funkcióimat is el tudjam látni, de mivel itt ülök, és polgármester jelölt is vagyok egyúttal, ezért úgy tűnik, hogy ez sikerül. Korábban foglalkozott, halmozottan hátrányos emberek életével. Ennek alapján a 7. kerület nem biztos, hogy kifejezetten jó terep erre, bár nem ismerem annyira a lakosságot abban a mélységben, ahogy mondjuk egy polgármester jelöltnek kell. De valamit ebből lehet hasznosítani, amit onnan hoz? Hát biztosan lehet, mert a sztereotípiákkal ellentétben mondjuk külső Erzsébetváros azért nem olyan, mint a belső erzsébetvárosi rész, tehát hogy szociálisan azért más a közeg. Hol érez szociális gondokat? Milyen típusúakat érzékel? Hát olyanokat azért nem, mint ahol dolgoztam egyelőre, tehát mert én azért rendesen szegregátumokban dolgoztam, ilyen szegregátumok azért nem alakultak ki még Erzsébetvárosban. Ezért erre nem tudok még ilyen precízen válaszolni. Mit tenne a kerülettel, hogyha megkapná a bizalmat? Egyáltalán van-e más alternatíva a fejében, mint hogy polgármesterként tenne valamit a kerületért? Hát azért több gond is van a Niedermüller árnyék polgármester úr tevékenységével és a városvezetésével. Miért árnyék polgármester? Hát nem egészen valódi polgármesterként működik, tehát pont a külső és középső Erzsébetváros az el van hanyagolva a belső Erzsébetvároshoz képest, tehát választási évben próbálkoznak ott csinálni valamit, de alapvetően még ráadásul a vagyongazdálkodása is meglehetősen megkérdőjelezhető az egész önkormányzatnak. Mire gondol? Hát majdnem 60 000 négyzetméternyi üres üzlethelyiség áll kiadatlanul, és 18 000 négyzetméternyi üres önkormányzati lakás, amit ennél biztos lehetne jobban csinálni. És egyébként erre, hogyha piaci alapon valamit nem lehet kiadni, pont Dömer Zsuzsanna Szuzi alpolgármesterünknek van egy elég jól kitalált pályázati rendszere Ferencvárosban, amit jó gyakorlatként használhatnánk Erzsébetvárosban is. Ugye az a mondás erre, hogy lásd, körúti ingatlanok elég nehéz jó üzleti feltételeket teremteni, tehát kevesen pályáznak.
önök azt mondanák, hogy ha nem fizetnek, akkor is vigyék csak valamivel, élettel teljenek meg ezek az üzlethelyiségek? Hát az biztos, hogyha mondjuk művészek, civil szervezetek kedvezményesen pályázhatnának ezekre a helyiségekre, akár úgy, hogy cserébe lenne valami kötelezettségük, amit nekik tenniük kell az önkormányzat felé. Teszem azt, ha színészekről van szó, akkor szavalniuk március 15-én, most csak mondtam egy példát, akkor biztos, hogy jobban járna az önkormányzat is vele, mint hogy üresen állnak, és csak romlik az állapotuk. Ez így ebben a formában persze lehet igaz. A DK-val fog itt is összecsapni, még hogyha a személyek állnak is szembe egymással, és a DK-val keveredett vitába a 12. kerületben is a Kutyapárt. Nagyjából úgy lehet leírni, hogy rendre ez a két párt néz egymással szemben az önkormányzati választáson? Nem igazán, tehát nincs összefüggés, bár az tény, hogy nem vagyunk különösebben jó viszonyban a demokratikus koalícióval, ez azért kiderülhetett, de alapvetően ott indulunk polgármesterekkel, ahol jó csapat épült ki, jó a jelölt, ebben az esetben én, de erről a taggyűlés döntött, a Kétfarkú Kutyapárt tagjai nem, tehát nem szerintelenségből mondom, valamint csináltunk már valamit korábban a kerületben, ami itt azért fokozottan jellemző, mert a Kovács Gerő elég sokáig ott élt, és aki mondjuk Kutyapárt rajongó, akár még ilyen archeológiai, 2008-ból találhat Kutyapártos Gergő által készített street art alkotásokat Erzsébetvárosban. Hát egyébként ezen kívül, a street artokon kívül, tehát a különböző grafikákon kívül mire kellene emlékezniük a helyieknek Kutyapárt ügyben? A mit tettek még? Aha, igen, hát nyilván itt ebben az összefüggésben ez a fontos. Hát na, a nagy része, tehát mi azért elég sokáig egy ilyen művész csoportként működtünk, és most kezdtünk el valódi közpolitikai dolgokkal foglalkozni, ezért leginkább figyelemfelhívó akciókat készítettünk, tehát amit az önkormányzat nem csinált meg, ott mint például a négy színfestést és hasonlók, vagy ilyen vicces akciókkal hívtuk fel a figyelmet, és aztán megoldották. Egyébként erre példát is tudok mondani, a Damjanics és a Bethlen Gábor utca sarkán, ahol a 78-as trolli rendszeresen úgy fordult be a Bethlen Gábor utcába, hogy ráhajtotta a sarkára a járdának, és ez teljesen feltörezetett, meg balesetveszélyes is volt, és ezt ki négy színfestettük, és végül is kerültek oda ezek a, nem tudom mi a mai neve, annak idején Demszki Karónak hívták őket. És oszlopok. Oszlopok, igen. Tehát ez például egy kézzelfogható eredmény, de van több hasonló. Mit kezdene azzal a forgalomcsillapítási rendszerrel, amiért Néder Müller Pétert és csapatát rendre kárhoztatják, bár valóban kisebb lett a forgalom a belterületén a kerületnek? Hát alapvetően nem a forgalom csökkentéssel van baj valószínűleg, és ezzel akkor tudnak kezdeni igazán foglalkozni, amikor esetleg én leszek, sőt, nem esetleg, hanem biztos. Nyilván tervekkel kell neki menni, nem? Ez így van, viszont nekünk van egy részvételi költségvetési szakértőnk, a EPI lista vezető személyében a Lé Marietta, aki pont a fővárosban is foglalkozott ilyesmivel, tehát itt nem csak a közlekedési szempontokat kell nézni valószínűleg, hanem hogy a helyi emberek mit szeretnének. Tehát ezt már a kampányban elkezdenénk, és mi van a jelen állás szerint az önkormányzati választás után és a áttalás, átvétel, tehát amikor jön az új polgármester, ott lesz egy fél éves szakasz, amikor ezen bőven lehet dolgozni, hogy a helyekkel együtt találjuk ki ezeket. Tehát az a stratégiája, hogy majd akkor odaérünk a hídhoz? Tehát, hogyha megválasztják, majd akkor foglalkozik a részletekkel? Hát ez egy kicsit közhelyes, úgyhogy köszönöm, hogy ön mondta ki. Elnézést, a közhelyesen fogalmaztam. Csak próbáltam érteni, hogy felkészületlenül megy neki a dolognak, vagy azt mondja, hogy nem kell előre felkészülni minden apró részlettel, mert majd, ha odaértünk. Bizonyos dolgokban fel vagyunk készülve, és valamennyire, tekintve, hogy erről híres a Kutyapárt, hogy alulról szerveződik és közösséget épít, ezért adódik, hogy ahogy az LP programunk is született egyébként, az már valamennyire nyilvános, ez is hasonlóan fog megtörténni. Örülök, hogy itt volt és megismerkedtünk. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.